fiúknak következő lesz feladat. Csinálunk egy alaplépést, amivel egy picit előrébb fogunk kerülni a térben, mert majd a lány úgy fog a hátunk mögé bekerülni. Egy darab alaplépéssel előre jössz. Csináljátok ki is. Gyere, valamelyik hátra, vissza, sarc, szét. Most bekerült a lány a hátunk mögé. És innen fogjuk azt táncolni, hogy egy előre hintával fogjuk megcsinálni a katapult részt. Hinta, vissza. Innen csinálunk egy darab sasszét, nagyon helyben, szinte helyben. Sasszét, kettő darab sétát. Lép, és egy sasszét oldalra. És ennyi a feladat. Na nézzük meg akkor a filmet egyben. Rajta. Hátra, vissza, kicsit előre jössz, sasszi. Most nagyon figyelsz, előre hinta, helyben sasszi, séta, oldalra sasszi. Jó, még egyszer mutatjuk majd. Egy, két, rajta, hátra, vissza, sasszi, hinta, vissza, sasszi, helyben sasszi. Ennyi. Nézzük a kislányokat, mit csinálnak a lányok. Egy alaplépésnyi idővel fordulunk egy felet balra, nézzük meg ezt rajta, hátra, vissza, sasszé, ezzel kerülsz a fiú mögé. Jó, nézzük meg még egyszer, gyere, rajta, hátra, bocsánat, másik láb, ugye? Rajta, hátra, vissza, sasszé. Akkor János, gyere ide, légy szíves, tesszel a fiú, most még nem kell egymásra belekapaszkodni, rajta, hátra, vissza, sasszé. Így kerülünk egymáshoz képest. Nézzük meg még egyszer, keresztkézfogás lesz, és a kislány majd így fog bebújni a fiú háta mögé, és ide a másik azért a fiú, itt fogunk egymás mögött palizni legközelebb. Még egyszer. Rajta, hátra, vissza, sasszé. Oké, most visszamehetsz, köszi a helyedre. Kislányok, most a fiú mögött vagyunk, és csinálunk egy hintát, utána az előre sasszé, vagyis jön a sasszé, ami előre van, hinta, visszajön az előre sasszé, sasszé, és kettő lépéssel fordulunk a fiú felé, amit először még csak egyszerűen csinálunk, a bal lábbal lépsz egy, jobb lábbal bal lépsz kettő, és egy sasszéval megyek ezzel a fiú felé. Tehát ez a könnyített verzió, nézzük meg egyszer. Abban a pillanatban, amikor én hátra hintát csinálok, a fiú akkor csinálja az előre hintát, és akkor lesz katapult. Próbáljuk még egyszer. Hátra, vissza, sasszé. Kettő lépéssel jobbra fordulunk. Séta, és sasszé. Na most nézzük meg megesleg előről az egészet, a lány részét rajta. Hátra, vissza, sasszé. Hinta, vissza, sasszé. Séta, sasszé. Jó? Na, nézzük akkor. Keresztkézfogással rajta. Hinta, vissza, sasszé. Stop. A fiú előre hintázik, a lány meg hátra, és így el is távolodunk egymástól. Hinta, vissza, sasszé. És a szénál a fiú erre ad nekem lendületet. Elvedem a fiút, és a végén érkezünk házszartásba. Jó? Köszönöm szépen. Hát akkor jó gyakorlást mindenkinek. A katapult nevű figuránkat megcsináljuk úgy is, hogy a kislány sokkal többet fordul, mint az eredeti verzióban. Ugyanis megcsináljuk a lépésnek az elejét, lányok, ugyanúgy bemegyünk a fiú háta mögé. Jön a katapultos rész, jön az előre sasszé, az így megvan. Utána ezzel a két lépéssel, amiben eredetileg csak felet fordultunk, tudunk fordulni más felet is, mégpedig úgy, hogy kettő lépéssel másfél fordulat után szembe érkezünk a fiúval. Mi van akkor, hogyha a fiú nem ad nekünk elég lendületet? Akkor a következő történik, megcsináljuk a hintát, az előre sasszét, és fordulsz amennyit tudsz, tök mindegy, hogy mennyit tudsz fordulni, mondjuk körülbelül ennyit visz megfordulni, akkor a sasszéval még rá tudsz fordulni annyit, amennyi a szükséges fordulás mennyiség.
azért bizunk a fiúba, hogy ad egy kis lendületet, mégpedig hol kell a fiúnak lendületet adni, ugye itt van mögötted a lány, előre hintázol, jön a sasszi, ami neked helyre van, sa, és a szénál kell adnod a lendületet, akkor fogja a lány megcsinálni ezt a forgást, és érkeztek aztán a végre. Ágyék bemutatják egybe ezt az egész figurát, kereszt készfogás van, 5, 6, lassan, hátra, vissza, sasszi, sasszi, hinta, vissza, sasszi, vég, sasszi. A katapultnál csak a katapult hiányzott, ugyanis a járás az előre hintát csinálni még egyszer, jó? És amikor az elmét mögötted van, akkor előre kell hintáznod, jó? Csináljuk az egészet. 5, 6, rajta, hinta, vissza, sasszi, előre, hintázunk rajta, hinta,